Kedves nézők, ez itt már a fogadóra, a stúdió vendége a Jobbik önkormányzati képviselője, Csuri Károly. Köszöntöm, képviselő úr, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást, én is tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit és a televízió munkatársait is. Durván egy éve volt vendégünk itt a fogadórában, hát Városházában sűrűn megfordul nálunk, mármint a Városháza című műsorunkban. Fogadórában most került erre a sor, egy évet tud felölelni ez a beszélgetésünk és ez a 10 perc, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. De ha már fogadóra, akkor beszéljünk az ön fogadóóráiról. Mikor, hol tartja, mik a tapasztalatok, mivel keresik meg általában? De elmúlt egy évre gondolom. Köszönöm szépen. Minden hónap első csütörtökén tartom a fogadóórámat. Délután 17 órától 18 óráig itt a Ceglédi Jobbik irodában, amelyik a Kossuth-Ferenc utcán van a pincegazdaság fölött. Az elmúlt egy évben talán egyszer nem tudtam fogadóórát tartani. Az összes többi fogadóórá mindig valaki jön, vagy valakik jönnek, akik elmondják ügyes-bajos dolgukat, panaszaikat, és a többi, és a többi. Mi a jellemző ezeknek a panaszoknak? 99%-ban magánéleti, magánjellegű problémák ezek, amelyeken bármennyire szeretne az ember segíteni, nagyon keveset tud, és ezeknek az említett problémáknak is a túlnyomó zöme az a devizahitelezéssel kapcsolatban egy jellemző példa. Fölvettünk 6 millió forintnyi svájci alapú hitelt, visszafizettünk 5 millió forintot, és még mindig 12-t követelnek rajtunk. Hát ezen sajnos bármennyire szeretne az ember, de nem tud segíteni. Több témában is tartottak, szinte rendszeresen tartott, illetőleg tartanak sajtótájékoztatókat. Jellemző volt ez az elmúlt egy évre, és miket emelnek ki ezek közül, amelyeket emelnék ki? Több alkalommal tartottam, illetve közösen másik jobbikos képviselőtársammal, vagy társaimmal sajtótájékoztatót. Szeretném kiemelni a 400 kilovoltos vezetékkel kapcsolatos sajtótájékoztatót, illetve a Batthyány utca elején lévő ingatlan eladásával, ami kapcsolatban volt. A sajtótájékoztatóknak nekem legalábbis az az érzésem, hogy abban az esetben, hogyha mi jobbikosok hívjuk össze a sajtótájékoztatót, akkor valahogy ennek kisebb a súlya, nagy sajnálatunkra. A Ceglédi Panoráma helye közel részt vesz, neveket is szabad ugye említeni. A Szokolai úr, a városi sajtóreferenc az soha nem jön el, soha, viszont meg kell mondanom, hogy a Ceglédi Városi Televízió szinte kivétel nélkül eljön, úgyhogy szerkesztő úr, az lenne a kérdésem, hogy tessék ezt dicséretnek felfogni. Köszönöm, annak veszük. Szokolai úrat nem tisztem megvédeni, de hát ezt a témát ezt neki kell felhozni, viszont mi kapcsolatban állunk vele, tehát információkat tőlünk is tud kapni. Szokolai úr. Igen. Léphetünk tovább? Igen, természetesen. Ön a gazdasági bizottságnak a tagja. Hogyan értékeli az ott folyó tevékenységet? Ugye minden hónapban tartunk testületi ülést. Ez általában csütörtöki napokra szokott esni. Ezt megelőzően két nappal, kedden pedig a gazdasági bizottság ülésezik. Itt valójában a felvetett témákat két nagy csoportra osztanám. Az egyik az, hogy azok a témák, amelyeket pénzügyi, gazdasági témák, amelyeket majd két nappal később a testületi ülésen fogunk megtárgyalni. Tehát ezeket már előzetesen egy kicsit meggyűrjük, megformázzuk, véleményeket mondunk róla, vagy módosítunk rajta. A másik nagyobb csoport, amelyik minden gazdasági bizottsági ülésen téma, napi rendi pont, az önkormányzati bérlakásokra érkezett pályázatoknak az elbírálása. Kérem, ezekkel kapcsolatban nagyon sok elesett sorsú emberrel lehet áttételesen is megismerkedni, vagy nagyon-nagyon szegény családokkal, akiknek szinte semmi esélyük nincs arra, hogy kecmeregjenek abból a mélygödörből, ahol éppen vannak. Minden gazdasági bizottságülésen emiatt a fejemhez vágják, hogy nem szociális bizottsági ülésen vagyunk, hanem gazdasági bizottságülésen. Én ugyanis nagyon sokszor egy
két-három több gyermekes, rossz körülmények között élő családoknak adnám oda ezeket a bérlakásokat. De hát ugye piaci alapon vannak ezek kiosztva, úgyhogy erről tudunk beszélni. Önálló képviselő indítványa, hát volt nem egy, nem is kettő, melyeket említené meg? Itt akár 5-6-7 indítványról is beszélhetünk, hogyha az elmúlt időszakot nézzük. Köszönöm szépen, az elmúlt évben nagyon több, sok, hát nem sok, azért kicsit az túlzás, de azért legalább fél tucat önálló képviselői indítványom volt, vagy interpelláció, vagy kérdés a polgármester úrhoz, vagy pedig a testülethez. Ezek közül szeretnék néhányat megemlíteni. Az elmúlt évben, talán február-március tájékán volt téma a Kossuth tér déli oldalának az ott lévő közlekedési rend felülvizsgálata, átalakítása, ésszerűsítése. Konkrétan arról volt szó indítványomban, hogy a Körösi út és az Árpád utca közötti szakaszt kétirányosítsuk. Sok érvet soroltam fel emellett, végül is a testület lesöpörte, azt mondta, hogy miután most van egy téma, mégpedig az, hogy a város közlekedési koncepcióját kidolgozzuk, ezt majd a későbbiekben fogjuk majd megtárgyalni. Hát nem tudom, mikor kerül rá a sor. Ugyanígy a polgármester urat interpelláltam kérdés vonatkozásában, hogy a csapadékvíz elvezetésére 2016-ban mennyit költött a város, annak rendje módja szerint határidőn belül elfogadható módon megválaszolt, ez 160 millió forint volt 2016-ban. Továbbra is úgy, akkor is azt úgy véleményeztem, most is az a véleményem, hogy történtek előrelépések a csapadékvíz elvezetése területén, de még mindig kevés. Ez még mindig kevés, ha bejön egy trópusi vagy féltrópusi zápor vagy felhőszakadás, akkor bizony az egész város úszik. Önálló képviselő indítvány formájában javasoltam, hogy a helyineken holland multi sörgyártó söreit Ceglédváros vonatkozásában mellőzzük. Köztudott ugyanis, hogy a tavalyi folyamán ez a Heineken holland multi beperelte, illetve mindent megtett annak érdekében, hogy a csíki sör manufaktúra, amely Csík Szent Simonba gyártja söreit, hogy problémát okozzon neki, és hogy a piacról visszavonuljon. A polgármester úr akkor azt mondta, hogy mint ember egyetért velem, de mint polgármester nem, úgyhogy ez az indítványom is lesöprésre került az asztalról. Indítványoztam továbbá, hogy a judó csarnokkal kapcsolatos korábbi határozatot vonjuk vissza. Ennek az volt az oka és az volt az indokom, hogy a csarnokkal kapcsolatos, a csarnok építésével nagyon sok anomáliát lehetett tapasztalni és problémát, holott mi pedig úgy döntött korábban a testület, hogy a ceglédi judó szakosztály a működését elősegítve szándékoztuk ezt a évi 12 millió forintot oda küldeni, mondjuk így. Természetesen időzőjelben mondom, ezt az indítványom se talált egyetértésre. Tavaly október 16-án beadtam egy indítványt a 400 kilovoltos távvezeték kapcsán. Úgy fogalmaztam, hogy olyan határozati javaslatot szerettem volna elfogadtatni a testülettel, miszerint a Ceglédváros testülete, képviselő testülete tiltakozik és visszautasítja ezt a távvezetéket, mert az a nyomvonal, amit ugye oda kitaláltak, ez nem csak az ott lévő lakosok érdekeit sérti nagy mértékben, hanem az integrált településfejlesztési stratégiánkat is aláaknázza, vagy annullálja, és semmibe veszi. Két percünk van még képviselő. Köszönöm. Nem tudom, hogy hány... Igen, nagyon gyorsan leszek. Ezt sem fogadta el a testület, majd most januárban a szekrény aljából előbányázták, és hát akkor már elfogadásra került, nem a jobbikos, hanem a Fidesz által benyújtott. A csúcs, hogy így mondjam, most a 2018-as február 15-i, idézőjelben mondom,
testületülésem volt. Indítványoztam, hogy azt a bizonyos OLAF jelentést, amit az Európai Csalás Elleni Hivatal megküldött a Budapestre a kormánynak, és ebben a világításkorszerűsítés vonatkozásában Cegléd is érintett, ezt kérjük ki a kormánytól, nem került elfogadásra. Azon kívül téma volt egy soroshoz kapcsolódó határozati javaslatnak az elfogadása. Én ezt a határozati javaslatot kiegészítettem volna. Annyi időt szeretnék még kérni, hogy ezt a kiegészítést... Oké. Ha belefér. Ceglédváros képviselő testülete felkéri a kormányt, hogy a megfelelő belföldi vagy külföldi bűnüldöző szerveknél jelentse fel Soros Györgyöt Magyarország etnikai összetétele erőszakos megváltoztatásának céljából tett folyamatos tevékenysége miatt. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon korrekt és komplett megfogalmazás, ami belefért volna a határozatba. Sajnos ez sem került elfogadásra, a későbbiekben pedig a polgármester úr nem adta meg nekem ezzel a szavazással kapcsolatban a szót. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy köszönöm a műsorodat. Nagyon sajnálom. Kedves nézők, ez volt a Fogadóra, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Én is köszönöm szépen.